Erős vár a mi Istenünk. A 37. Zsoltár egyik versét olvasom. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor országában lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Egy kimutatásból kiderült, hogy a sajtóban egyre nagyobb mértékben használják a félelemkeltés eszközét. A felmérést arra alapozták, hogy hányszor jelenik meg újságokban a veszélyben kifejezés. 1994-ben a kifejezés 2037-szer fordult elő, a következő év végére ez a szám már megkétszereződött. A 2000-es évek folyamán a veszélyben kifejezés több mint 18 000-szer jelent meg nyomtatásban. Vajon a világban tényleg 9-szeresére nőtt volna a veszély, vagy csupán gyorsabban jutnak el hozzánk a rossz hírek? Ennek persze az is az eredménye, vagy következménye, hogy napjainkban olyan sok mindentől rettegünk, olyan sok mindentől félünk, és sokkal több például a gyógyszert szedő emberek száma, mint eddig bármikor. Ma már a félelem miatt, vagy a szorongások miatt nem csak a felnőttek szednek antidepresszánsokat vagy nyugtatókat, de nagyon sok esetben a gyerekek is. Hálásak lehetünk Istennek persze az orvostudomány fejlődéséért, de azt hiszem, meg kell kérdeznünk magunktól, hogyan élték túl az emberek a régi időket? Mit tettek akkor, amikor túl nagy volt rajtuk a nyomás? Nos, voltak olyanok, akik minden reggel a következő szavakkal keltek, és este ezekkel a szavakkal feküdtek. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országában lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. Lehet, hogy nekünk is csak annyit kellene tennünk, hogy megpróbálkozunk azzal a gyógyszerrel, amivel a régiek éltek, és akkor a veszély kifejezésnek talán nem lenne olyan nagy hatalma vagy befolyása az életünkre.